családi nap keretében felül zárjuk az évet. Az idén is nagyon jól sikerült, még azt hiszem lehet látni rajtam, hogy egy felfokozott hangulatú flashmob után vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült ez a mai nap. Hál' Istennek az idő is jó volt, a gyerekek nagyon aktívak voltak, nagyon sokan eljöttünk, annak ellenére, hogy ballagások vannak. Egy gyönyörű flashmobot, egy olimpiai flashmobot tartottunk, hiszen a mostani családi napnak az apropója ugye az olimpia. Az egész nap az olimpia az egyében zajlott, olyan jellegű játékok voltak, vetélkedők. A sztár vendégünk Tóth Krisztián, aki készül az olimpiára, hiszen egy világbajnok zsúdósról van szó. És ezt egy flashmobban koronáztuk meg a mai napot, ahol természetesen kiraszuk az olimpiai 5 karikát gyerekekből, és a magyarság érzetünket pedig átadva piros-fehér-zöld szallaggal vonultunk. Nagyon-nagyon jó sikerült a mai nap. Én azt gondolom, hogy méltán zártuk a 2015-2016-os tanévet. Nagyon-nagyon jó évet zárhatunk verseny szempontból is. Az idei évben a legaktívabb csapatunk az 8 versenyen vett részt, tehát mondhatom, hogy szinte havonta jártunk versenyekre. A csapataink hál' Istennek mindig a dobogon végeztek, nagyon-nagyon. Persze van olyan csapat, amelyik nem az első díjat hozta el, de úgy mondhatom összességében, hogy egy nagyon-nagyon sikeres évet zártunk. Nincs még vége, hiszen készülünk külföldre. A tiszafüredi csapatommal és egy zenekarral Portugáliába fogunk menni, illetve Lengyelország is még előttünk van. Illetve kezdőnek a nyári tánctáborok, tehát végig táncoljuk az évet, nincsen megállás, nem is olyan intenzív az oktatás, mint egyébként azért nyáron is zajlanak az órák. Jelen pillanatban 45 településsel van állandó szerződésünk, hol kevesebb, hol több létszámmal, de aktívan működnek az iskoláink. Most már 4 megyét ölelünk át, remélem, hogy ez a létszám még növekedni fog, hiszen közel 1000 tanulónk van. Hál' Istennek Törökszent Miklós tagozat is nagyon aktív, itt több tanár is dolgozik. És hát minden évben visszatérünk ide, hiszen a szülővárosunk Törökszent Miklós. Mindig elmondom, az első órán 5 gyerek volt, az 5 gyerek mai napig megvan a klubban, csak most már tanárként működnek, és azt gondolom, hogy ez a leghatalmasabb élmény. 18 évvel ezelőtt indultunk, és nagyon várjuk a 20 évet, hiszen akkor nagyon meg szeretnénk ünnepelni ezt az elmúlt 20 évet. Most nagykorúak vagyunk. Mondhatom, hogy a magam és a munkatársaim nevében, hogy ez nem munka számunkra, hanem egy hivatás. És a mai napon olyan emberek vettek körül, olyan tanárok, akire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert nagyon sokat tettek a mai napért is, és a legbüszkébb talán a tanáraimra vagyok, akik ezt az egészet összefogják. Ha az embernek bármilyen problémája van, elkezd táncolni, olyan felszabadultságot okoz, ami félre lehet rakni a hétköznapi gondokat, mert mindenkinek vannak problémák az életébe, de az, aki táncol, az egészen másképp látja az életet. Én is bemegyek az órára, elkezdődik az óra, és összedőhet a világ a művelődési központokon és az iskolákon kívül. Ott bent mi vagyunk és a tánc, és azt lehetett látni a mostani flashmobok, hogy a kicsiktől a nagyokig, a nagymama, a kisgyerek, mindenki táncolt, anyukák, apukák, és azt gondolom, hogy ez olyan boldogságot ad mindenkinek. Aki még eddig nem táncolt, azt sem bízhatom, hogy táncoljon, táncoljon és táncoljon.